elég régóta trágolozunk, hiszen Németországban már elkezdték ezt a sportot, de viszonylag későn jött be Magyarországra, és kevesen ismerik. Nem tudom, hogy a közönség soraiból ki az, aki már hallott a trágolról. Én nekem az egyik kedvenc sportom, olyannyira, hogy miután a mikrofont teljesnek, én is szaladok a kutyámért, és ebben a sportban, ennek a sportnak a bemutatójában majd én is kutyásként veszek a részt. A trágolról szeretnénk megismerkedni benneteket. A trágolról annyit kell tudni, hogy ahogy a Krisztián is mondta, viszonylag új sportnak szakítható, főleg Magyarországon. Egyébként Németországban 2003-2004-ig alagosan. És itt a első feladat már én voltam. Gyere, segíts! Gyere, menjünk ide, hogy ki jöjjön. Az lesz a feladat, hogy a 8-as kell a két közeledi labdánál csinálni. Ha végeztek, akkor el kell küldeni. Jó, de gyere! Aztán a lemaradó labdát kétszer el felállítani. Közben a kutyusok itt a végére értek a feladatnak. Tapsoljuk meg őket, nagyon ügyes volt mind a két kutyus. És egy kis pálya rendezés lesz. Látjátok, én sem egy fiatal. Kutya, nagy testű. Hogy a Bruno is egy idős kutya, betöltött a 8. évét, ami nagytestű kutyánál már szép kor. És látjátok, hogy milyen évezettel tolja újra a labdákat. Jó. Még van. Azaz. Figyeltetek, hogy a végig ott teszem el a veszám, melyik labdát kell neki terelni. Visszanéz. Tehát teljesen a gazda kontrollja alatt történik a labdának a gurítása. Azaz. Ezt a labdát is tudni. Azaz, hogy látjátok a gyöngyös látható hangjelet, különböző testjeletet is az a kutának, hogy minél előbb be tudja terelni a labdákat. A feladatok végrehajtása végén mindig a kutát lefektetjük, akkor van a feladata, és a Bruno is megérdemli, és ez is a Tribal Open-nek az egyik versenyfeladata volt, amit a Zalai Kutyasúri kutyáj is megcsináltak, várják. És ezt most nekünk Zeus fogja megmutatni.
Szilvit már láttuk az előző körben is, csak akkor a Rózi kutyájával volt, most pedig az EU-s kutya fogja bemutatni nekünk. Jó, közben a Bruno visszatereli a labdákat, a Szilvi meg kipakolja a következő pályának a feladatait. Amikor három labdát gurítottak be utoljára, ennek a feladatnak az volt a kezdő szintje, amit most a Szilvi az EU-szal... Ha tetszett a videó, kattints a feliratkozás gombra, hogy elsőként értesülhess a friss tartalmakról. Köszönjük!